Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a sivatagi törpény kalandjainak folytatása. Legutóbb ezt a kis ossomot túléltük. Viszonylag könnyen. Meglepően könnyen, inkább így is mondhatom. Kutatásunk haladgat. Már kész is. Ja nem, most még csak mindenfélét bontogatnak. Ami még előtte van, azt hiszem. Vagy előbb-utóbb majd lesz még egy-két mini ágyú. Azok csinosak voltak, szimpatikusak. Vadak, van egy leguán, hát valaki vadássza le. Annyival előrébb vagyunk. Sör. Rengeteg sör. No, hát... akkor úgy látom, szépen jól állunk. Minden kihívás és egyéb ellenére. Még a szénakészlet is nőtt most, hogy hatalmas adag van, és egy párat likvidáltunk az állatokból. Még talán most már megint túl sok széna van. De hát ezt majd meglátjuk. Végül is inkább legyen több, mint kevés. Az, ha kint elpunyad, az nem annyira nagy baj, mintha kifogyunk. Na, hát még csak az elégetésére se futotta az összesnek. Mindenféle vackok beszállítása meg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassan halad csak. Kutyák és egyebek fölépülgetnek. Bár azt hiszem pár abból is meghalt. Ez van, hát összes támadónk a házi állatra veszi magát. Mert azokat könnyebben tudják likvidálni, vagy nem tudom. Mire fel ez az agresszió ellenük? Azonnal, amint kéznél vannak. No, kereskedő karaván. Az végül is nem nagy baj, ha megtaláljuk őket. Néha érdekes helyekre gyűlnek. Na, de most komolyan, hol vagytok? Penész, anyád. Hát anélkül meglettem volna. Malacok. No, hol a penész? Hát remélem, mindennél előbb neki esnek. Ó, kutyus, kutyuli. Nőstények. Nem. Disznajt nem akarunk. Húst veszünk, miért ne? Hát bagyót is veszünk akár. Neuroamin. És akkor 2000 bagyóra várnak. Bőrök. Hát Ambróziával nem vagyok előrébb. Amfetamin nem kell. És egy 100 sört eladunk.
Oké. Valahol ott ledobtak egy csomó húst, vagy nem tudom hol. Ahol épp a kereskedelem érte őket. Ott. Ez zseniális. Szövet épp, hogy betakarítható lett volna. Bághatjuk ki a penész miatt. Persze, ha nem haladnak a kivágásra, akkor nem vagyok előrébb az ügyjel. Hát nem poénból adtam ki ezt a feladatot. Mókás kis kollégák. De úgy látom, muszáj vagyok egyesével végig kattogni. Mert nem ide jönnek anyavajások. Oké. Hát ez mókás lesz, nem? Hát ennek sokkal jobb kezelőfelülete is lehetne. Nem érdekelsz? Hát ez... Maradjunk annyiba, hogy katasztrófa. Mint kezelőfelület. Esetleg a kijelölt feladatot azért végrehajtanád. Oké. No, gyere. Kis komló kivágás. Hát ez olyan csodálatos. Ezt a mókát kiosztani. Mit nem mondjak, nyugodtan lehetne egy olyan, hogy penész kiírtása, kész. És azt nyilván a többinél nagyobb prioritással.
Na hát ez van. Lehetett volna rosszabb is. Meg tudom én, egy ilyen mezőre jelenik meg. Á, relatív. Legrosszabb az itt lett volna a fák között. Lassú kivágni, és iszonyú értékes. Nagyon-nagyon sok erőforrás ment volna a levesbe vele. Buli! Penészvágó bulit tartanak. Na jó, nyárvégi bulit, vagy őszváró bulit, ha jól látjuk az időpontot. És utána mennek komlót aratni, mert a buliban elfogyott a sör. Na jó, nem, de körülbelül. Na, hát ez zseniális volt. Ez a majdnem elkészült a szövet a gyógynövényekhez. De vághattuk ki hulladékba. Mert jó, a többi is kellemetlen, de azért, hogy be. Nem izgat, hogy van vagy sem. Lucky meddig jutott földművelésbe? 4, és halad az 5 felé. Ahhoz képest, hogy nem sokkal ezelőtt még teljesen képzetlen volt. Nem egy rossz eredmény. Alkatrészt reszelnek. Mindegy is alapvetően. Alkatrész, fejlett alkatrész, stb. Soha nem lesz elég, főleg amikor elkezdünk majd űrhajózni. Azért az még picit odébb van, de nem olyan messze, mint gondoljuk. Három. Két előcumó, meg aztán az űrhajó előfeltétel. Reaktor, hajtómű, kapszula, szenzor, stb. Űrkütyű. Négyszeres költséggel. Csak hogy ne aprózzuk. Egy kis füves cigi alapanyag. Na, krumpli, aratás, ültetés, mi egyéb? 14 000 széna. Egy kőrakás lehullott. Meg egy rakás kő van. Azt hiszem mindet kijelöltük, vagy nagyjából mindet kijelöltük. Karaván igény, hosszúi. Meg tudnánk csinálni, de nem. Na. Gyere, nagyon szükség van ezt a harcteret föltakarítani neki. Ahelyett, hogy ezt hagyná az időjárásnak. Azt nem tudom, de mindegy is. Mert hiszem olyan sokszor nem járnak ide, úgyhogy ez olyan, hogy egyszer megcsinálja, aztán a következő itt ide vonatkozó harcig jók vagyunk. Míg a két
építőzónát azt folyamatosan használják, szobákat immelámmal, ugye orvosi az nyilván folyamatosan használatban van. Többé-kevésbé. Ősz elkezdődött. Jó, bionikus szem bal. Bionikus szem jobb. Bal és jobb szem. Jól emlékszem, ennyi szemünk van. Ihletett munka. Első páciens megérkezik. Őt is rendes felszereléssel látjuk el. Már az egyiket úgy látom gagyival. Műtjük. Na hát ez van. Dupla műtét. Egyik megvan simán. És akkor mini ágyús áll őrjöngőink. Kicsit potensebbek, kalózkereskedő. Kobrát ad el, az pont kell nekem, ja nem. Szanylag rengeteg neuro, amin alkatrész, gyógyszer 2000 most már, kokaint, benne vesét, tüdőt, májat, szívet. Igazából a szív nem kell nekem, úgyse tudok vele mit kezdeni. Ha valakinek kilövik a szívét, akkor mielőtt be tudnám rakni, az halott. Kilenc sebzés per másodperc. Ez mennyi? Ez több. Hát akkor... akkor nem érdekes az erőkarom. Lassabb lenne. Mind a két szembeültetés megtörtént. Na, hát haladnak az ügyek tovább. Egyik fölállt, másik hamarosan föláll. Kettő, akkor bőven elég. Mondjuk három, és akkor annyi a tartalékunk. Miután az, ami kézbe van, azt nem számolja. Ezúttal a többinél számolja a ruháknál. A rák tudja miért. Na mindegy. Rongyos ruházat szinte mindenkinél. De hát ez legyen a legkisebb bajunk.
szépen halad, 16 ezer széna. Végtelen krumpli, 2000 krumpli. Yikes. De most legalább nincs az a koncepció, hogy nincs kaja. Mondjuk egyszerű étel, csak 100-ig készítünk. Finom ételhez meg nincs semmi. Se pókhús, se ilyen olyan amolyan hús. De mindegy. Ha úgy alakul, hogy kifagy minden, akkor ugyanúgy nem állok rosszul. Mert pedig előfordult már egy-két ilyen móka. Az csak kosz, nem penész. Persze valójában most kéne egyébként ültetniük veszettül. Mesterlövészágyú. Erőpáncél. Urán kell hozzá, 300 acél. Wow. Kiraktuk. Nem biztos, hogy van ennyi urán, meg mi egyéb, de miért ne? Meg plasztacél, meg acél. Valami gőzöm nincs, mennyi acélunk van. 100. Oh! Hogy elképesztően kevés. Meg urán is egyébként. Jó. Bár lehet, hogy most fogyott el, hogy egy csomót kivittek ezekbe. Meg alkatrész, meg minden. Oké, plasztacélból messze több van, mint acél. És hát, mint tudjuk, nem lehet használni az egyik építőanyagot a másik helyett. Olyan nincs. No. Egyedül Genadi van, aki építészetben előtte van. Na hát egy kicsit a bányászatra azért ráfuttatom őket. Menjenek picit lelkesebben építkezni, vagy bányászni. Igazából nem szeretnék egy... Hogy hívják ott? Bányászmenetet, vagy acél vételi kört futni. Tudsz olvasztani, akkor olvasztárkodj egyet. Akkor készítsünk acélt. Urán nem tudok készíteni a semmiből, de acélt igen. Most van nem a semmiből, de rengeteg van.
Úgyhogy az mehet. Nem hiszem, hogy lesz elég a 300-hoz. 300 per darabhoz. Még inkább. Hát majd meglátjuk. Persze egyedül az acélbányát nem használják. A másik kettőt sürgősen igénybe veszik. Na jó, Lánca azért azon is dolgozgat. Nem. Most olvaszt. Olvasszál csak nekem itt sürgősen. Van mit. Van mit és van minek. Úgyhogy az egy kicsit fontosabb. Alapvetően háromnak van meg az urán készlete. Négy, öt, hat. Egy hárommal több urán csomagra lenne szükségem. Erre felé volt egy csomó urán, úgyhogy nem lepődnék meg, ha ez valójában urán lenne, bár olyan, milyen nagy, ott inkább acél. Ott én inkább acélt mondanék. Na mindegy. Lucky tovább olvasztgat. Az első adag uránt azt elvitték valahova. Ó, egy kész van. Az meglep. Az meglep, hogy egy kész van. De jó hír. Egyúttal. Csak kicsit meglepő. Kicsit meglepő. De hát úgy érzem, ezzel még várhatunk egy adagot. Viszont picit elé rakjuk. Védjük, hogy úgy mondjam. Na, picit drága. Ez a mesterlövész csúzli. Picit drága. Egyúttal a kutatást fel kell adnunk. Mert azt úgy látom, egyedül Lee végezte. Na jó, Lee, inkább menj vissza kutatni. Az összességében hasznosabb. Ja, összeverték. Gratulálok.
Összeverték, vagy összeveredték? Valamelyik. Dromedár fejés fontos, de mondjuk egy kis acélolvasztás még fontosabb. Egy kis acélolvasztás még fontosabb. Legalább nyomokban meglegyünk. Alkatrész hibázik. Egyébként valószínűleg az lesz még majd a gond. Ja. Úgyhogy majd alkatrészt is vehetünk, ha épp szembe jön. Acél meg alkatrész minden mennyiségbe. És még nincs meg az űrhajó. Na, de van egy remek mini ágyú. Leech. Ragad meg az energia láncsát. Gépkarabély helyett. Punyad burgonya. A kutyát nem izgatja speciál. Na jó, Laki, a következőnél mehetsz pihenni. Már magától úgy döntött, hogy ő neki ebből elég volt. Jeges medvék a sivatagba. Jó, vadász le azt a jeges medvét is. Két leguánt meg valaki majd bevadászza magába. Ahhoz nem kell küzdelem. Ezek ilyen sivatagi jeges medvék. Hát mondjuk 6 fok volt, de mondjuk akkor is vicces. Mi a frászt keresek itt? Se baj. Ez van. Sivatagi jeges medvék. Ezek ilyenek. Így szeretik. No, Lee. Megköszönted azt, hogy dolgozhatsz a kutatáson azzal, hogy összeveredted magad? Ennyire nem szeretsz kutatni? Ennyire nem szeret kutatni, úgy látom.
Jó, az acél az marad. Ezt szépen bedolgozzuk. Uránt, ha találunk, akkor egy adag uránbányászatot majd futunk. De hát ez egy eléggé bizonytalan koncepció, hogy random belefutunk valahol egy adag uránba. Vagy sem. De ez jó volt. Ez tetszett, ez a jeges medvék vonulása. Hát nem vártam. De most már van egy kis jeges maci bunda is. Az is valami. Egynek az is jó. Láb, fejlett alkatrész, pionikus szív. Hé, és közben szénát takarítanak, mert néha az is fontos. Kicsit rástartoltunk a bányászatra. Azt se lehet letagadni, mint hasznos elem. Bár talán nem a plasztacélból. Nem tudom, mennyi kell a hajóhoz, de valószínűleg ennél kevesebb összesen. Ezt azért megmondhatjuk, mert fele tudja. Tényleg nehéz megtippelni. No, hát egyelőre ennyi, folytatjuk innen, már ennyi.